Országgyűlés. Burán Sándor, az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez. Vége van-e már a gazdasági szabadságharcnak címmel? Képviselő urat illeti a szó. Elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! A kormányváltást követően Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági szabadságharcot hirdetett, pénzügyi függetlenségünk visszaszerzése érdekében. A stratégia megtervezésével Matolcsy Györgyöt bízta meg. Ennek keretében az Orbán kormány több százmilliárd forintnyi adóbevételt engedett el egy igazságtalan és szakszerűtlen adórendszer átalakítással, rontotta a forint árfolyamát és drágította a hiteleket, rombolta az ország nemzetközi megítélését, növelte a foglalkoztatás költségeit, és megszüntette a költségvetés átláthatóságát. Az önök kormányzásának egy éve alatt a GDP arányában 3%-ponttal nőtt az államadóság, a forint árfolyama pedig a svájci frankkal szemben gyakorlatilag a hírhedt Kósa Szijjártó nyilatkozat óta folyamatosan 200 forint felett van, ezekben a percekben körülbelül 240 forint. A különböző gazdasági szereplők, elemzők külföldön és itthon mindezt egyre növekvő aggodalommal figyelik. Önök nem tárgyalnak, hanem harcolnak a partnerekkel. Ezzel a Magyarország számára kulcsfontosságú gazdasági kapcsolatokat ássák alá következetesen, és a régióban eddig elért gazdasági pozícióinkat veszélyeztetik. Észre kellene venniük végre, hogy ezzel érdemben a magyar vállalkozásoknak és a magyar embereknek ártanak. Veszélyeztetik a jövő generációk boldogulásának esélyét. Rá kellene ébredni, hogy nem szabadságharcra van szükség, hanem a partneri kapcsolatok építésére, az együttműködések erősítésére. Ezek nélkül csak az elszigetelődés és a lemaradás várható. Az önök által kidolgozott gazdaságpolitika erre a pályára állította az országot. Tisztelt államtitkár úr! Önök büszkék erre a szabadságharcra? Az önök gazdaságpolitikája elrugaszkodott a földtől. Akkor most harcot hirdetnek a gravitáció ellen is? Meddig ragaszkodik ötleteihez és bársonyszékéhez az ön főnöke, Matolcsy miniszter úr? Tisztelettel várom válaszát. Köszönöm szépen a figyelmet.